A Szent Gellért Fesztivál keretei között a korábban érkeztem délalföldi regionális újszülött intenzív osztályért alapítvány már hagyományosnak mondható jótékonysági eseményére került sor vasárnap. Az est célja az volt, hogy megemlékezzenek a mögöttük álló egy évtizedről, azokról a pici hősökről, akikért együtt küzdöttek, hogy minél hamarabb megerősödjenek, és szüleikkel hazatérhessenek a családi fészekbe. Rádi Katalin az alapítvány elnöke személyesen is érintett a témában, hiszen kislánya szintén korábban érkezett, ezért is tartotta fontosnak, hogy saját tapasztalatait megossza másokkal, és segítő támaszt nyújtson sorstársainak. Örömmel mesélte az elmúlt időszakról. Én azt gondolom, hogy számomra ez a harmadik gyermek, de azt gondolom, hogy a kollégáim, a kuratóriumi tagoknak is ugyanolyan fontos, mint egy alapítónak, és nagyon sok küzdelem volt, és nagyon sokszor megbotlottunk, és nagyon sokszor elestünk, de mindannyiszor felkeltünk, mert otthon pici hősök nagyokká váltak, és most is születnek Magyarországon minden tizedik gyermek, aki korábban érkezik, és értük megéri, mert a kis hősöknek van nagy hősszüleik, akik heteket, hónapokat töltenek az intenzív osztályon, és utána válnak csak igazi családdá, és nekünk ebben kell segíteni. Különleges helyszín és páratlan produkció. A Szegedi Szimfonikus Zenekar nevet 1969-ben vette fel a társulat, amikor a legendás karmester és zeneszerző Vaszi Viktor önálló intézményé szervezte az együttest. A zenekar a helyi koncertélet bázisa, folyamatos szereplője a nemzetközi pódiumoknak, emellett az operajátszás alapját jelenti az ország második legnagyobb opera társulatánál a Szegedi Nemzeti Színházban. 1999-ben kapott igazgató karnagyi kinevezést a zenekar jelenlegi szakmai vezetője Gyüdi Sándor. Az idei évben Molnár Ferenc karamát kísérte a társulat a Domban. A Máté Péter és fonogramdíjas magyar énekes a legismertebb slágereiből állított össze a repertoárt. Az énekes a koncert előtt adott interjújában elmondta, hogy örömmel fogadta és szakmailag megtiszteltetésnek érezte a felkérést. Stábunknak azt is elárulta, bár kevesen tudják, de ő is koraszülöttként jött a világra. Erről nagyon sok történetet hallok édesanyámtól, hogy azért ez egy nehéz helyzet ilyenkor, amikor egy baba túlságosan korán, vagy még éppen csak korán érkezik, szóval ilyenkor azért nagy a rémület általában a szülők részéről, sőt, nyilván vannak olyan helyzetek, amikor nem annyira szerencsés akkor a szülöttség maga, mint mondjuk az én esetemben. Látszólag egészséges lettem, meg nem maradt úgy semmi nyoma ennek, így az életemben, de nem mindig van ez így, és hát olyankor azért kell a segítségnyújtás, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos munka. Úgyhogy én hálás vagyok magának, az alapítványnak is, hogy ők ezt a feladatot felvállalták, és egyáltalán felhívják erre a figyelmet. A rendezvény fővédnökei Lázárné Megyeri Zita és Kisrigó László Szeged csanádi püspök voltak. A koncert teljes bevételét a Koramentorház program működésére, közösségi rendezvényeik lebonyolítására és az általuk már létrehozott anyaszobák és a háborítatlan szülőszoba fenntartására fordítják.